Búcsúzik a 12. N-osztály. Aki elment, az elment, mondták gyerekkoromban az öregek. És ez nem egészen így van. Aki elment, az elment, mondtam én is. De ugyanekkor mélységesen éreztem. Aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen. Úgy állok itt, mint akinek senkien nincsen, és van egy kosara, amiben mindenki benne van. A Lehel Vezér Gimnázium végzős 12. N-osztálya ezúton köszöni meg a gimnázium igazgatóságának, tanári karának és minden dolgozójának a 2012 és 2020 közötti években végzett munkáját. Köszönjük, hogy az elmúlt 8 évben itt lehettünk. Az iskola falai között tanulhattunk, tapasztalhattunk és válhattunk fiatal felnőttekké. Ne feledjük a sok támogatást, a belénk vetett bizalmat, a ránk fordított időt és energiát. Emlékezni fogunk arra, amikor először átléptük a gimnázium küszöbét, pedig még a hatalmas ajtó kilincsét is alig értük fel. A jó és rossz egyeket, a dicséreteket és a megrovásokat, a szép és szomorú pillanatokat évek múlva is felidézzük majd. Sok-sok élmény és emléket gyűjtettünk össze az évek során, melyekhez nem csak tanórák, hanem azokon. Az ünnepségek, a különböző rendezvények, a tanulmányi és sportversenyek, az osztálybulik és a különböző kirándulások is mind hozzájárultak. Nem feledjük, hogy kaptunk jó tanácsokat, fogadtunk intelmeket, még ha abban a pillanatban nem is értettünk mindig egyet. Tanáraink kellő figyelemmel voltak irántunk, és nem csak tanítottak, de neveltek és ösztönöztek is minket. Netten tartozunk azért, hogy a felnőtti válás útján elkísértek, folyamatosan támogattak bennünket. Köszönetet fejezünk ki az iskola minden dolgozójának, akik közreműködtek abban, hogy mindig legyen könyvünk. Tudjunk hol tanulni és házi feladatot készíteni, ha nem tudtunk hazamenni. Akik gondoskodtak arról, hogy tiszta és rendezett osztálytermekben tanulhassunk, jókat ehessünk és ihassunk. De akár ki is nyitották a szekrényünket, ha elveszítettük a kulcsunkat. És mit adott még át az iskola? Többek között gyakorlatiasságra, kommunikációra, versenyszellemre és motiváltságra nevelt, melyek segítik, hogy megtaláljuk a saját útunkat a jövőben. Kultúrát, tradíciókat adott át, közösen ápoltuk a gimnázium hagyományait, melyek fontosságát csak később értik meg sokan. És mégis miben más a 2020-as év nekünk végzős diákoknak? Miben más nekünk 8 évben most gimnáziumi tanulóknak? Esetünkben sajnos a felismerés, hogy mennyire fontosak a tradíciók, már is bekövetkezett. A koronavírus járvány miatt kihirdetett vészhelyzet miatt március közepétől nem járhattunk be az iskolába. Nincs végső búcsú, nem adhatunk szerenádot tanárainknak, nem vettünk részt a bolond ballagáson. Elmarad a hagyományos ballagás, nem köszönhetünk el személyesen sem az iskola falaitól, sem diáktársainktól, sem pedagógusainktól. Talán mélyebben érintez minket, mint más végzős osztályokat, hisz számunkra ez lett volna az első és egyben utolsó ballagás is. Nem érettségizhetünk úgy, mint mások, nem használhatjuk fel az összegyűjtött tapasztalatot, amit az elmúlt 8 évben szereztünk a szóbeli kísérettségük során, mert ez a rész most elmarad. Sajnáljuk, mindez nagyon hiányozni fog. Köszönjük pedagógusainknak, hogy a kialakult helyzetben is támogattak minket, és a digitális oktatás nehézségeivel velünk együtt küzdöttek meg. Reméljük, hogy mi így is meg tudunk felelni az új hívásoknak, sikeres érettségit tenni, és ezt követően hamarosan elbúcsúzhatunk egymástól. Búcsúzók elején Kassák Lajos versének sorait idéztük, melynek már címe is utalás jelenlegi helyzetünkre. A rendszeres kapcsolat hamarosan megszakadt közöttünk, de szeretnénk, ha úgy éreznék, hogy mi sem megyünk el egészen. Egy aprócska még belőlünk is itt marad. Bár mindannyian egyedül vagyunk most otthon, mégis tartjuk a kapcsolatot, és így együtt kívánunk mindenkinek sok sikert, jó munkát és jó egészséget az egész életre. Back all the memories and the memories bring back your